Lennert Géza 1969-ben kezdett fotózással foglalkozni, 1971 óta pedig kiállításokon is aktívan részt vesz. 2010-ig 48 önálló tárlata volt, és több mint 450 kiállításon mutatta be képeit az egykori Jugoszlávia területén és külföldön. Összesen több mint 100 díjjal jutalmazták a munkásságát. Az ismert fotóművész ezúttal az elmúlt 50 év fényképeiből készített egy kisebb kiállítást. Tehát ez egy kisebb válogatás, egy összemont válogatás volt, néhány témát dolgoztunk csak föl. Láttunk itt aktfotókat, láttunk korai fotókat, láttunk még azt a könyvet is, ami mindannyiunkat megmozgatott annak innen a videó, Mojszilovics fotográfia realizáció című könyvét. Az adta mindannyiunknak gyerekkorunkban, fiatalkorunkban azt a kezdőlöketet, és aki ezt a könyvet a kezébe vette, és megpróbálta megcsinálni azokat a dolgokat, amik ott vannak, az általában jó fotós lett valamikor később. Ahogyan elmondta, manapság már sokkal könnyebb elkészíteni digitálisan a fényképeket, mint régen. Persze teljesen másmilyen volt régen fotózni, például a víz alatti aktoknál, hát a női test az, ha mozog a vízben, akkor az teljesen deformálódik. Ma könnyebb, mert digitálisan az ember mindjárt látja, hogy nem jó az, amit csinált. Mi annak idején kiküldtünk 2-3-4-5 filmet, kicsit fülöttünk, kicsit fényképeztünk, kicsit strandoltunk, aztán hazajöttünk, elküldtük előhívásra, és 2-3 héttel vagy egy hónappal később láttuk, hogy amit csináltunk, a tengeren semmit nem ér. Lennert Géza egyike azoknak az újvidéki fotóművészeknek, akik először használtak digitális készüléket. 2018. áprilisa óta tagja a Magyar Művészeti Akadémiának is.